Nem tudtam kitalálni, hogy miért ferde a fészkemem. Erre rájöttem, hogy mindvégig a monitorom volt ferde, most figyeljétek, így volt. Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértünk ide a Shake Sand Fidget-be, és ma egy eventet hoztam el nektek, ami nem más, mint hogy megnyílik a V41, azaz a 41-es International Server. A Démon Vadász osztályt választottam, mert ez nektek is, meg nekem is tökre tetszett. Igazából már volt ebből a játékban egy livestream, de most ez különlegesebb lesz, mert mindjárt mondom azt, hogy mik vannak, csak előtte kiválasztjuk a karakteremet. Ugye hát egy hasonló voltam az előzőben, én azt mondom nektek, hogy most legyünk, olyan király cuccok vannak, gnomok, törpekölyök, így bizony srácok, és kiválasztjuk az új nemzetközi világ 41-et, ami most nyílt meg, és megjöttem. Be is lépünk, kapok egy napi jutalmat, ugye ez 10 homokóra, ami azt jelenti, hogy nekem most már könnyebben tudok szerezni és küldetéseket csinálni, de fölvázolom gyorsan a dolgokat. Most a hétvégén képzétek el, a gomba is 20%-kal akciós lesz, egy Pentecost event lesz, ami bevallom őszintén még hirtelen nem tudom azt, hogy mit jel majd utána kell, hogy olvastak. Ha regisztráltok a linkkel, ami ott lesz a leírás legelső sorában, az én saját linkem, akkor képzétek el, tudtok játszani ti is a V41-es szerveren. És ezen kívül sokkal, de sokkal ritkábbabb cuccokat tudtok szerezni most a küldetések alatt. Van egy ilyen kis eventecske limitált ideig. Szóval ott van a link a leírásban, srácok, kattintsatok rá, regisztráljatok és játszunk együtt. Lényege, van egy karakterünk igazából, amit észrevetetek. Én egy ilyen démonvadász vagyok, és ti akár mások is lehettek, csak ez egy újabb karakter. Igazából az a helyzet, hogy nekünk itt fejlesztenünk kell magunkat. Ez egy ingyenes játék, azt el is felejtettem mondani. Lehet erő, ügyesség, értelem, kitartás, szerencse, páncélzat. Itt tudjuk a magunknak megfelelő dolgokat választani, és a fogadóban pedig küldetéseket tudunk fölvenni. Itt van a csapos bácsi, szia Joe, italmennyiség, még nem kell italt vennem, mert van kalandvágyam. Itt vannak a küldetések, az ugráró őrre. Pszt, te igen, te, gondok vannak Scarpában, amiket nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni. Menj és iratkozz fel a Sajt32 csatornára, ez a feladat. Hú, ez egy elég jó küldetés, azt kell, hogy mondjam, srácok. Ki tudjuk választani, hogy most pénzt szeretnénk, XP-t szeretnénk, vagy mondjuk... Hát, igazából ez a kettő közül lehet választani. Vagy hogy a cuccot szeretnénk, én azt mondom nekem, hogy legyen egy kis pénz, legyen egy kis cucc, meg egy kis élvezet. Rengeteget játszottunk ezzel a játékkal, és tök nagy szintűek voltunk, hogyha ti is szeretnétek mondjuk velem játszani, vagy ellenem akár ugye meg tudtok támadni, akkor ti is próbáltok ki, a link ott van a leírásban, ingyen van a játék. Igazából megmutatom majd azt, hogy mi ez a kihagyás gomb, de jelenleg nekünk erre nincsen szükségünk. Az ugráló őrület, 20 másodperc és kész a küldetésünk, srácok. Nem vagyunk a fogadóba, akkor van nekünk arénánk, van nekünk boltunk, ahol tudunk vásárolni, mert ugye ennyi felszerelésünk lehet, ahány ilyen kis négyzet van, fegyverbolt, ahol tudunk fegyvereket venni magunknak. Van egy kis istáló, ami nem annyira túlságosan lényeges, de... ez nagyon hangos, nem, nektek nem olyan túl hangos. Ó, ist van! Srácok, a boss! Egy lövés volt! A küldetések végén van mindig egy boss küzdelem. Egy lövésre a gyilkos nyúlszörnyen legyőztük. Kaptunk egy felszerelés, kettes szintű lettem. Srácok, hol a felszerelésünk? Gyorsan el is megyek, itt van a fegyverbolt. Itt van fönt egy egész alakos konzervdoboz. Süg fel itt a dolgokat, hiszen még csak 4-es szint... Oj, így van, 4-es szintű lett a gyerek. Itt van Tarzan, mit csinálsz itt? Most egy kicsikét rámegyek. Azt a figyeljétek, plusz 21 védelem, és 2 darab kitartást tud adni. Rámegyek gyorsan, hogy kiadjás, így viszonylag gyorsan lehetne ezeket pörgetni. Például lassan meg elérjük az 5-ös szintet, ami valljuk be, tök király lenne. És amíg lemegy a kalandvágyad, addig tudod csinálni úgy a küldetéseket, ezt el is felejtettem mondani, de gondolom egyértelmű, hiszen fogyogat. És most is az aljas nyúlszörny! Az aljas nyúlszörny ellen harcolok! Légy szinte aljas nyúlszörny! Ez az 3 lövésből meg lett! És hogyha elfogyna véletlen a kalandvágy, itt tudtok sört venni ebben a kis Üdv az új világ kocsmában. Egy bizony, aztán lehet fejleszteni. Új árut lehet gombáért venni. Szóval, hogyha mondjuk szeretnétek valamit, mert nem megfelelő a kínálat, csak rámentek, hogy új áruk, és például ez plusz 5 sebzés, plusz 13 sebzés, hú, vajon elég menő, ezt meg is veszem szerintem magamnak. Sokkal királyabb, csak 6 pénzünk van, egy új sisak. Na, ezt meg kell csinálnom. Igazából rámentem nagyon az XP szerzésre, nincs üres hely az el... Nincs üres hely nálam. Ezt el is vetettem, hogy magamra föl kéne rakni a dolgokat, például ezt is, meg ezt is,
Nem valami jó cuccok, de hát eleinte ilyen kezdetlegesek vagyunk. Megnézzük, hanyadikak vagyunk, srácok, a listán. Jaj, azt figyeljétek, srácok, 1500-dik vagyok így a világon. Azt az elég menő helyezet, azt hogy mondjam. Ki a legnagyobb kíváncsiak, bár nem tudok most ennyit fölmenni. Várjátok, rámegyek, hogy top 1. Ki az első? Hogy 15-ös szintű 11 perc alatt? Bele kell húznunk, srácok, én azt mondom nektek, hogy megpróbálok egy top 1000-re bekerülni. Most úgy, ahogy csak tudom, spamelem az XP-s küldetéseket, elhasználok egy csomó homokórát, aztán remélhetőleg most be tudok kerülni, jó, egy 900-as XP, már 6-os vagyok, hát a 15-ös szintet nem fogom tudni utolérni szerintem, de megpróbáljuk a lehető legkirályabb küldetéseket. Például Morgoraptor, azt hiszem már Morgoraptor, mondom, hát az mi lenne? 7-es szintű lettem, nagyon pörgünk, általában itt azért jobban meg kell fontolni a dolgokat, csátok, de ha most ilyenekre nincsen idő, nekem harcolnom kell, ahogy csak lehet. Megpróbálok egy gyorsan pár küldit, gyorsan lehozok, aztán mindjárt ugye 7-es vagyok. Hogyan vagyok most a dicsőség csarnokába? 1200 haladunk! De a 9-es szintet, srácok, ami azt jelenti, hogy szerintem már megint föntébb kerültem a ranglistán, de ez még nem elég nekünk. Most adja be az igazán nagy 6 perces küldetéseket. Egy zöld gnolt kell legyőznem, aki ugyanúgy 9-es szintű. Ez az elképesztően jól haladok. Lehetséges, hogy meg kéne másokat amúgy találnom, meg legyőzni őket. Hát, hogy még jobbak lennék, meg azért már lassan pénzt is kéne gyűjteni. Ilyen kis szinten ez rengeteg pénzem van. Mindjárt elnyomok még néhányat a statisztikára. De 10-es lett a gyerek. Gyorsan lehozunk még egy küldetést. Aztán, srácok, szerintem már meg is vagyunk a játékkal. Gyorsan, dicsőség csarnoka! 8-a! Benne vagyok a top 1000-be! Sőt! 8! Srácok! Szerintem majdnem én vagyok a legnagyobb szintű magyar a szerveren. Viszont elképesztően király, még sosem voltam ilyen jó helyen ebben a játékban. 800-adak vagyunk így a világranglistán, ami valljuk be, valami elképesztő, gyertek ti is játszani. 170 pénzünk, ha jól tudom, ügyesség meg kitartásra van talán szükségünk, ha minden igaz, de azért egy párat rányomok mindenre, mondjuk egy ilyen, hát mondjuk, hogy egybe kerüljön, úgy bizony, addig felbúsztolok itt minden. Ezek a képességek arra jó az, hogy minél erősebbek legyen itt a karakterünk, és majd később a kazamatákat, meg hasonló dolgokat is ki tudjuk állni, de az a helyzet, hogy nekünk a kitartás iszonyatosan magas szintre kéne emelni, mert most nagyon-nagyon el vagyunk maradva, pénzünk van szerencsére, de új árut kell gombából kérnem, mert tényleg olyan béna cuccaik vannak, figyeljétek, ilyen nagyon keveset, ilyen 3-as szintű embernek megfelelő cuccaink vannak, ugye úgy rámentem itt a... Ó, egy kazamata kulcs. Hát én azt biztos nem fogunk tudni még legyőzni. De legalább kaptam csomó X-ét meg pénzt. És mindjárt belépek a 11-es szintre, ami valljuk be, srácok, hogy azért elég merő, hiszen már tényleg szerintem egy ilyen 800-as körül lehetek a dicsőség csarnokában. Így bizony 808-as vagyok. Wow, ez nagyon komoly. De most bemutatom nektek, hogy még a küldetéseken kívül mik vannak, ugye, mint mondtam, itt lehet felszereléseket felé, például még nincs semmiféle kitar, ez jó, most még nagyobb lesz a páncélzatom, bár lehetség, jaj, lehet, hogy ezt kellett volna megvenni, ennek sokkal jobb a páncélzata, sőt, meg is veszem helyette, egy igaz gombába kerül, de hogyha eladok néhány dolgomat, akkor hát, a kazamat a kulcsot, dehogy adom el, mondjuk ezt igen megveszem, bocsánat meg, hogy vagy ebben helyette sokkal jobb legalábbis szerintem, jó, ez is azt a... Figyeljétek, mennyivel le vagyok maradva, hát nagyon-nagyon küldetéseztem. Azt a... Hú! Ez a kis hordó helyett most mit vettem magamra, azt a... Szóval, ja, még hát a varázsboltban lehetséges, hogy valami nagyon-nagyon király cuccot kéne venni, de hát az a gond, ezek nem olyan nagyon érdekesek. Például kitartás 10, az valójában szerintem ez tök király, meg veszek, hát... ezekre nincsen semmiféle szükségem, inkább erre kéne elnyomnom itt a nagy pénzeket, srácok, ha mennyit összegyűjtöttük, hogy minél, de minél erősebbek legyünk. Például ugye most sokkal többet fogok sebezni ezzel a karakteremmel, eddig, ugye, mondjuk ezt ki, jó, ezt kippelem, aztán, ó, 200-at sebzek, előzőben nem tudom mennyit sebeztem, de most sokkal, de sokkal többet, 4000 HP-val megyek neki az 500-asnak, wow, és milyen elfogy, srácok, a kalandvágyam. No, gyorsan, a kísértet, két lövés, no, azt mondtam, hogy nem fogom legyőzni, de sikerült, elfogyott a kalandvágyam, és én azt mondom nektek, srácok, hogy elbúcsúzok tőletek, bár itt óriási verseny, egy kicsikét lentébb is haladtam, már több ezeren játszanak a játékkal, hogyha tetszett ez a videó, és még szeretnétek, sőt, mondok valamit, srácok, én szeretném folytatni ezt a játékot, ezért, ha nem is holnap,
Szerintem hétfőn lesz egy következő rész ebből a játékból. Én előre is nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ennél a videónál is. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tényleg szeretnék, hogy még játszunk ezzel, és hétfőn találkozunk, mert én hát szeretnék fejlődni, valljuk be, mert még olyan sokat nem játszottunk, csak így a felszínt kapargattuk, még a kazamata, meg minden hátra van. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban, Tari, legyenek jók, sziasztok, sajtok!